jó reggelt, korán van még, viszont rengeteg a dolgunk. Fejem valószínű vállalhatatlan, mert most keltem, úgyhogy emiatt sorry mindenkitől. Viszont hát indulni kell, mert egy csomó dolog fog ma történni, még egy csomó helyre megyünk, úgyhogy valamit kezdek magammal, aztán el is mondom, hogy mi fog történni. Gyertek! Én azt vettem észre, hogy te meglehetősen tisztán üzensz a rap szövegeidben. Nem csak, hogy tisztán üzensz, hanem hogyha ilyen misszionárius elkötelezettséged lenne abban, hogy pozitívat üzenj. Van itt ez a vállalás. És már itt is vagyok Budapesten. Most a Szakmáz nevű rendezvényre tartok, ahova 3 éve kapok meghívást. És eddig, mint fellépő voltam itt, most viszont, ha el nem ütnek a kocsival, akkor úgy leszek ott a színpadon, mint, hát nem mint egy előadó, de hogy így kérdezgetnek dolgokról, és én így válaszolok. Többet magammal fogunk arról beszélgetni, hogy ki mi szeretett volna lenni gyerekkorában, és hogy hogyan alakult így az élete. Ugyanis a Szakmáz nevű rendezvény az iskolás korosztály célozza meg, és nekik próbál segíteni pályaválasztásban. Szóval itt vagyunk a Szakmáz nevű rendezvényen, és ahogy most én megtudtam, ugye én a nagy testvérére voltam vendégként meghívva, már kétszer is. Igen. És akkor most ez a kis testvér, és mit is kell tudni egyébként a Szakmáz nevű rendezvényről? Pályaorientációs és szakképzési bőrze, és itt nem a kicsiknek tartjuk meg a szokásos szakmabemutató, kipróbálható rendezvényt, hanem ez már a nagyoknak szól, akik most érettségi előtt állnak, vagy már érettségiztek, úgyhogy ez is szakképzési bőrze, de nem úgy, mint ahogy a nagy tesó. Akkor most pályaorientációs szaktanácsadók leszünk. Így van, rajtad kívül még lesz stand-up komikus is a színpadon, Dombi. Dombi. Így van, Kisó, és ott lesz Zola és a Kvitlaci. Tehát gyakorlatilag lesz egy jó kis bohockodás a színpadon, de persze szakmai bohockodás. Na, megnézzük. Hölgyeim és uraim, a színpadon Kis Orsi, Kisó, Deniz, valamint Dombovári István! Sziasztok! Egyedül én nézek ki a retusár képeimen és olyan szarul, mint élőben. Mi volt az első tanult szakmád? A tanult szakmám az média technológia volt főiskolán, és amikor ezt a szót elmondom, akkor mindenki pont úgy néz, mint itt a Kisó mellettem, hogy, és én is azóta így nézek, amikor megnézem a bizonyítványt, hogy mi a francról van szó, mert fogalmam nincs azóta sem. Tanuljatok a példámból, tanuljatok jól, mert különben úgy jártok, mint én, és bohócként kell keresetek a kenyereteket életetek végéig. Drága apukám mondta, hogy ez nem úgy van, csak hogy beülsz a tévébe. Most már azért így van. Hát azért nagyon fáj, ha csak úgy beülsz. Ugye, ez már így van. Nekofutásból beülsz a tévébe. Semmi sem az, aminek látszik. A szemeiddel a saját elméd játszik. Vedd fel a kesztyűt, mert kemény a menet. Aki nem áll ki magáért, kutyába lemegy. Orsi, Deniz és Dombi, szevasztok, köszönöm szépen, srácok. Találd meg önmagad, testvér. A mikrofont fogd meg, vagy az ecsetet is fessél. Teljesen mindegy, miben lehet bármi. Egy a lényeg, vele egyé tudj válni. A szemeid előtt, ahogy elszaladt. Az élet látod csak egy perc alatt. Elhitették veled, hogy nem szabad. De ne higgy másnak, légy önmagad. Na, leszakmáztunk, Dombi bácsi. Azt hiszem, igen, adtunk pályaorientációt. Beszéltem a fiatalokkal. De mit meséltél, mi szerettél volna lenni mindig is? Csillagász, de végül is valami média cucc lettem. De miért akartál csillagász lenni? De nagyon egyszerűnek tűnt, ahogy a fiatalember, aki mellettünk ült, elmondta, hogy tök jó, mert eleve éjszaka dolgozik, ugye éjszaka látszanak a csillagok. Nappal lehet aludni. Igen, kicsi a konkurencia, hiszen nagyon kevesen bámulják az eget, mert nincsen annyi távcsövük. De én annyit vettem észre a fiatalok arcából, hogy két dolog nem akarnak lenni életük során, most már innentől rapper, meg humorista, igen. Minden más nyitva van. Én viszont még itt megragadnám az alkalmat, és Dombi nem kérte tőlem, esküszöm, maximum, hogy valamennyi pénzt utána becsúsztat a zsebembe, de én voltam az új, vagy az egyetlen, az aktuális, ami a negyedik önálló estjén voltam a Dombinak. Van a hölgyeim és uraim, Dombovári István, Dombi, 2017 legszexibb férfia. És igen. Mennyire járod még az országot vele? Még hány állomásod van? Most vagyunk körülbelül a 70%-ánál, tehát még van 30, vannak még városok bőven. Egyébként a Facebook oldalamon megtaláltok mindent. Amit majd belinkelünk, és akkor megnézhetitek, és nézzétek is meg tényleg viccen kívül. Igen, meg a Deniz többi vlogját is nézzétek. Folyamatosan. Mindent éjjel-nappal végtelenítve. A rólam szóló részt azt nyugodtan duplán is ki lehet tenni háttérképnek, javaslom. Ennyi. Vírus nem megy a gépre. Ennyi, innen folytatjuk, szevasztok. Cső. Olyannyira folytatjuk, hogy már a 13. kerület utcáit szelem, ugyanis egy könyvbemutatóra tartok. Tavaly évben született hazai zenészekről egy könyv, amelyet Babucs Kriszta írt, és én is helyet kaptam benne. Babucs Krisztát pedig a Petőfi Rádióból már ismerhetitek. De miről van szó pontosan, azt mondom, hogy mindjárt elmondja. Állj fel a fotó!
fóterből dobd el a láncot. Látod az arcodon gyűlnek a ráncok. Rajtad múlik csak, senki máson. Az élet kőkemény, nem puha bárson. És Kriszta, a könyvnek a szerzője, aki mindig velem csinált interjút, de most én teszem fel neked azt a kérdést, hogy ezt a könyvet, ez mi ihlette, vagy mi motivált ennek a könyvnek a megírása kapcsán, és mit kell tudni róla? Hát azt kell tudni róla, hogy az a 26 zenész története szerepel benne, akik az én kedvenceim. És azt akartam, hogy ezek a zenészek valahol egyszer ott legyenek egy könyves polcon, már mint az ő történetük, mert szerintem példaértékű az, ahogy ők ebben a zenei közegben a nulláról eljutottak a sikerig. És én hogy kerültem bele akkor? Hát azért, úgy kerültél vele, mert te is az egyik kedvencem vagy. Nagyon messziről jöttél, és azt gondolom, hogy ahogy te eljutottál a sikerig, nagyon fontos történet, vagy nagyon fontos út lehet, hogy példamutató a mai fiatalok és mindenki számára. Az előbb Dombi mondott róla nagyon szépeket, most Kriszta, úgyhogy muszáj leszek neked is pénzt utalni. Köszönöm okay, szépen. Rendben, köszi. Mondtam, hogy kihasználom. Most vettem meg, ezzel kezdtem, ide értem, és most itt beszereztem. Nagyon szépen, köszönöm. Jó, most már így értékesebb lett. Köszönöm. Gratulálok hozzá. Köszönöm. Köszi, hello. Hát mára nagyjából ennyi, szombat van, ami munkanap, elfelejtettem parkolást indítani. Én nagyon kíváncsi vagyok arra most így a könyvbemutató kapcsán, meg hogy itt rengeteg könyvet árusítottak, és láttam, hogy rengeteg könyvet vásároltak az emberek, hogy ti még vásároltok-e könyvet és olvastok-e könyvet, vagy már mindent letarolt az internet. Írjátok meg kommentben, a csatornámra ne feledkezzetek el feliratkozni. Aztán találkozunk. Szevasztok! A szemeid előtt, ahogy elszaladt, az élet látod csak egy perc alatt. Elhitették veled, hogy nem szabad, de ne higgy másnak, légy önmagad.